Újra meghirdette a húsvéti adománygyűjtő akcióját a Bátaszéki önkormányzat. A nagyobb ünnepek alkalmával mindig összefog a város, hogy segítsék a településen élő rászoruló családokat. A szerdai testületi ülésen a képviselők azt is megszavazták, hogy egyéb módon támogassák az érintetteket. 160 család számára biztosítsuk azt a anyagi fedezetet ami családonként mintegy 9000 forint természetbeni csomag biztosítására ad majd lehetőséget. Ennek a szervezése zajlik, és az ünnepek előtt az érintett családok számára el fogjuk juttatni ezeket a csomagokat, ezzel is egy kicsit hozzájárulva, hogy az ünnep számukra is gondtalanabb legyen. A gondozási központ adatbázisában minden nehéz körülmények között élő család szerepel, Közülük választja ki az intézmény azokat, akik rászorulnak, majd a város szociális bizottsága dönti el, hogy ki az a 160 család, aki részesülhet a támogatásból. Az akcióhoz kétféle módon csatlakozhatnak az adakozni vágyók. Egyrészt az önkormányzatnak van egy elkülönített számlája, ahová befizetéseket lehet teljesíteni. Ezek természetesen ezen a számlán elhelyezett összeg csak is kimondottan szociális feladatra, és csak is kimondottan húsvét, illetve a karácsonyi adományozásra fordítható az önkormányzat részéről de a gondozási központ irányába lehet vinni adott esetben tartós élelmiszer felajánlásokat is, amelyek beépülnek majd a csomagtartalmai közé. Várják tehát a pénzbeli és csomagadományokat minden magánszemélytől és vállalkozótól, hogy azoknak is szép legyen az ünnep, akiknek korlátozottabbak a lehetőségeik.